35 csapat nevezett a Magyar Kupa megyei selejtezőjére, amelyben egy csonkakört követően egy fordulón már túl vannak a csapatok. A korábbi évekkel ellentétben, amikor kötelező volt az indulás, minden együttes a legjobb 11-jét küldte pályára, így jó néhány meglepetés is akadt az első két körben. A legváratlanabb talán a tavasszal amatőrkupa döntőt játszó Baktalórendház a korai búcsúja volt. Jó mérkőzéseket hozott az eddigi két forduló, voltak meglepetések, például ide tartozik az, hogy a Baktalórendháza, aki a tavalyi évben nem csak hogy a főtáblára jutott, hanem az amatőrkupa döntőig is ugye elmenetelt. Ő rögtön kiesett a második fordulóba az Ibrány ellenében, vagy például az is meglepetés, hogy ugye a Rakamas sem fog tudni már a főtáblára jutni. Igaz, ők a pályán ugyan nyertek mezőradányban, de a versenykiírástól eltérően többet cseréltek, mint amit lehetett volna, így muszáj volt a versenybizottságunknak kizárni a Rakamas csapatát. Így most jelen pillanatban csak egyetlen egy együttes, a Balkány duplázhat, tehát a tavalyi évhez képest idén is feljutott a főtáblára. A szerdai fordulóban továbbjutó csapatok szeptember 6-án játszanak még egy kört, és a négy győztes kerül fel az országos főtáblára. A megyei igazgatóság tavasszal indította el sportszerűségi versenyét, amelyet a 2017-2018-as szezonra is meghirdetett. Elég nagy sikere volt, ahogy számítottunk rá, azért mindig, hogyha valamiért lehet versenyezni, azért jobban oda teszik magukat a csapatok. És tényleg igazából ezt azzal a célra hoztuk létre egyrészt, hogy ugye a fair play az nagyon fontos, és a sportszerűségi verseny nagyon fontos, másrészt pedig azok a csapatok, akik a bajnoki címért sem, és a kiesés ellen sincsenek úgymond veszélyben, és nem küzdenek ellene, legyen valamilyen plusz motiváció, plusz cél, hogy akkor legalább arra figyeljenek, hogy nagyon sportszerűek legyenek, minél kevesebb sárga lapot kapjanak, rendezésre figyeljenek oda, legyenek nagyon sportszerűek a pályán, és ez tényleg bevált, bejött. Nyugodtan mondhatom, hogy jó pár csapat tényleg oda tette magát, számogatták ők is a pontokat, jöttek, hívtak minket, telefonáltak, hogy hogy állnak, mint állnak, és mivel ilyen pozitív volt a foganatja ennek a Fair Play havi versenynek, ezért az igazgatóságunk úgy döntött, hogy ezt folytatjuk továbbra is, minden hónapban kiosztjuk. Annyi, hogy most nem 8 bajnokságunk van jelenben, hanem ugye nem 9, hanem 8 bajnokságunk van. Ez azt jelenti, hogy szeptember, október és november hónap legsportszerűbb csapatait is fogjuk díjazni mind a 8 pontvadászatban, mind a 8 bajnokságban. Vaka Árpád még elmondta, hogy az általuk szervezett NB3-as utánpótlás bajnokságban a hétvégén az U17-es és az U19-es csapatok elkezdik a pontvadászatot, a megyei bajnokságokban szereplő U14-es és U16-os együttesek pedig egy héttel később lépnek majd tétmeccsen először pályára.